Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok. A Black Mirror kibeszélő sorozatunknak a második részéhez értünk. Az első részben általánosságban beszéltünk a sorozatról, ebben a részben pedig az első évad harmadik részét fogjuk kibeszélni Danival, Rúzsa Danival. Szia Dani, köszönöm szépen, hogy újból itt vagy online. Szia Attila, én is üdvözlöm a hallgatókat. Kedves hallgatóink, ahogy készültünk a adásra, vagy adásokra, mindenket csináltunk egy-egy listát az 5 évad 5 legjobb részével, és van átfedés, konkrétan ezt a részt mind a ketten kiválasztottuk. Számomra is ez nagyon izgalmas és releváns rész, de legyek én a másik, aki majd elmondja, hogy miért is raktam rá a listára, hogy Dani, neked ez az adás, vagy ez a rész, ez az első évad harmadik rész, az emlékcsip, ahogy le lett fordítva a magyarra, hogy az angol cím, The Entire History of You, hogy neked ez a rész, ez miért volt fontos, miért akartad, hogy csináljunk belőle egy adást? Hát erre többféle válaszom is van. Egyébként rátérve arra, hogy 5 részt kellett ugye választani, azért bőségesen van még más epizód is, amiről beszélhettünk volna. Viszont az első oka, és akkor így megpróbálok időrendben haladni, hogy ez volt az az epizód, ami úgy igazán megfogott. Amitől azt éreztem, hogy ezt a sorozatot nekem muszáj néznem, ez valami történelmi jelentőség, amit most látok. Ez mind érzelmileg, mind értelmileg nagyon mélyen megfogott. A másik fele az szerintem később derült ki, ilyen most már 5 évad lement a Black Mirrorba, és a 6. évad premierjéhez közeledünk. És ez az emlékcsip, az, hogy valamit beültetnek egy ember agyába, és az különféle dolgokat okoz, vagy bizonyos problémákat vet fel, ez többször megjelenik a sorozatban. Az 5 évad alatt szerintem legalább 3-szor visszaköszön, lehet, hogy többször is. Én szerintem ez volt a fő ok, így ez egy megkerülhetetlen rész. Nekem amúgy az volt ebben a részben igazán izgalmas, hogy nagyon nyers, tényleg egy rövid intervallumot mutat be, és tényleg az adatok manapság is nagyon fontosak, és hogy mi magunk ezekkel a személyes adatokkal mit csinálunk, mennyire rendszerezzük, mire használjuk fel, meg hát a nagy tech cégek is mit tudnak kezelni ezekkel az adatokkal, és hát ez egy spoileres kibeszélő, tehát abban a társadalomban, amiben ebben a részben vagyunk, körülbelül majdnem mindenkinek van egy ilyen chip beültetve. A emberek, akiket megismerünk, a szereplők közül egynek nincs beültetve, de majd erről külön beszélünk, hogy neki vajon miért nincs, vagy el is mondja amúgy, hogy miért dönthetett így. És ahogy újra néztem az adást, nem újra néztem a részt, akkor engem az döbbentett le, hogy egy kisbabának a fejében is benne volt már a chip, tehát ez normális ebben a univerzumban, ebben a társadalomban, amiről a rész szól, hogy egy pici babába is beleültettek, és a szülei vissza tudják nézni, tudják ellenőrizni a babysittert, hogy mennyire volt kedves cukimuki és társai, hogy hát ez csodás jövőképet fest elénk, és amúgy akár ez megtörténhet, mert volt szó ilyen Google spéci szemüvegekről, amik akár tényleg az embernek az egész napja alatt a fején vannak, akkor az rögzíthet is, sőt, az okostelefonunk is elég sok minden információt rögzít tőlünk, tehát azért még messze vagyunk az utópiát, vagy disztópiától, amiről a sorozat beszél, de azért félelmetes, hogy manapság is az adatokkal mit kezdek, és amúgy a részben is az adatokat, amúgy lehetne jó, vagy lehet abban a társadalomban jó dolgokra is használják, csak hát az egyén itt a féltékenység a fő vonulata az adásnak, hogy a féltékenység mennyire el tudja borítani, és hova vezethet az ember dühe, agressziója, féltékenysége egy ilyen hatalommal a kezében. Tehát ez eléggé elriasztó, pedig amúgy tényleg a kriminalisztikától kezdve, akár betegségektől, mindenhol fel lehet, sőt lehet, hogy fel is használják ebbe az univerzumban, ahol az adott epizód játszódik. De hát a Black Mirrorra jellemzően azért a görbe tükör azért benne van, hogy azért nem feltétlenül jó dolgok történnek a modern technológia vívmányai által. Ugye, Dani? Szerintem azért van egy szép analógia is itt,
Igen, itt most ugye emlékcsipről beszélünk, hogy csipet ültettek a fejünkbe, a fülünk mögé, de hát ha belegondolunk, azért ez egy kicsit egy mobiltelefon analógia. Tehát most persze az nincs beépítve, meg azt le tudjuk tenni, de folyton velünk van, folyton nézzük, folyton nyomkodjuk, és ja, ott említetted a gyereket, hát nem ezzel van például most probléma, hogy a gyerekek kezében már milyen korán mobiltelefont adnak. Most természetesen ez nyilván nem olyan súlyos, mint konkrétan egy műtét, és akkor beültetni egy csippet. Hát egy gyök alatt mobiltelefon. Vagy egy gyök alatt emlékcsip a mobiltelefon kávé. Tehát ez, de szerintem abszolút megvolt a szándékuk ezzel az analógiával. És ami nekem nagyon tetszett ebben, hogy próbáltak felépíteni egy évet, hogy először mutattak a technológiából valami olyasmit, ami azt mondanánk, hogy de jó, hát ezt erre én is tökre használom. Bakker, az interjút milyen jól ne végignézni. Rázoomolni a leendő főnökömnek a fejére, és nézni, hogy milyen képet is vágott akkor, amikor én ezt mondtam, hogy. És akkor abból próbáljuk már kitalálni, hogy a papírra most egy pipát húzott, vagy kihúzott valamit, vagy mit jelenthetett. Az emberben azért van egy ilyen igény arra, hogy nem is olyan régen néztem egy videót, ahol ilyen furcsa kérdéseket tettek fel konkrétan pároknak, nem tudom, az talán annyira nem lényeges, és benne volt ez a kérdés, hogy vajon mit választanál, hogy minden eddigi hazugságot, amit veled elkövettek, azt akkor te megtudd, vagy innentől kezdve mindig kiderül jön a számodra, hogy valaki hazudik neked, és hogy tudjál olvasni másoknak a gondolataiban. Azért ez egy picit arrafele egy lépés, hogyha te így látod olvasni a másikra, de hogy de hetedikén, 4 órakor. De én emlékszem rá, hogy te már pedig akkor elővetted a telefonodat, és igenis izé telefonáltoztál, és nem rám figyeltél, mondjuk egy ilyen dologot oda lehet olvasni a másiknak a fejére. Hát ezzel sokan élnének, azt érzem. Na, de vagyunk annyiban, hogy első körben hogy a jó dolgokból indultunk ki, ez volt mondjuk például az interjú, említette itt még más dolgot, mondjuk a kriminalisztikát, amivel csak így nagyon érintőlegesen foglalkozott, ugye van egy olyan jelenet, és nem akarok sokat ugrálni, hogy a történet vezetésben, amikor hát ugye egy valaki megtámad valakit, egy más valakit, és akkor elméletileg adott lenne az opció, hogy az emlékcsipén keresztül a rendőrség valamilyen módon láthatja, hogy kapcsolja akkor őket, és lássák, hogy mi történik. Ez éppenség, ami pont azzal történik, akinek nincsen emlékcsipje, tehát hogy eléggé padhelyzetben vannak, de hogy érinti egy pillanatra ezt a témát is. Aztán elkezdődik folyamatában menni abba az irányba, hogy megmutatja a hátrányait a technológiának. Tehát, mint a előző adásban is mondtam, ez az élme hasonlat, hogy bármi, amit létrehozunk, annak lesz egy előnyös, egy fényes oldala és egy hátrányos, árnyékos oldala. És akkor innentől térhetünk el mondjuk ezekre a konkrét dolgokra. Az első az még tök vicces szerintem, hogy a nem is tudom hány csillagos szállodában volt az a néger srác. De a lényeg az, hogy nagyon drága helyen volt, és akkor azon kattok, hogy visszanézte az emléket, és meg van gyűlődve a szőnyegnek a széle, és hogy hát, hogy mennyit fizetett ezért. Na, szóval az mondjuk még kicsit ilyen vicces volt, hogy az ember túl analizál minden dolgot, ami vele történik. Egyébként mit pörgetnél vissza? Ezeken mindig foglalkoztatott. Hát rengeteg mindent lehet, hogy még pozitívot is tudok hozni, mondjuk a tanulástól kezdve, szép emlékek, igen, rengeteg minden pozitív van, pozitív lehetősége van ennek a technológiának, de hát a sorozat nem elég izgalmas, aztán a negatív, és ez a megcsalás, ez az íróknak a fantáziát jobban megmozgatta, de akár te egy betegségeknél, hogy hol ettél, mit ettél, mit csináltál, nagyon nagy segítség lehet, tehát így ugyebár Dr. House-tól kezdve ő is nyomozott, meg hát a orvoslásban is sokszor vissza kell fejteni a kezdeti origót, hogy akkor honnan indult, mit evett meg, tegyük fel egy gyomorrontásnál,
vagy kivel találkozott, milyen fertőzés, akár ebben a járványos helyzetben is visszakeresni, hogy honnan indul. Tehát rengeteg mindenre lehetne. Aztán ez is inkább ilyen nyomozás, meg megint. Ez a doktor, bocsi, ez a Dr. House-os, ez nagyon örülök. Ez egy Dr. House ilyen rövidített verzió lehetne, hogy emlékcsikje van mindenkinek, Dr. House verzió, és akkor így Dr. House visszanézte az összes emlékcsipet, és mindent azonnal megfejtett. Vége. Tehát ezt így le lehetne zárni. Bocs. Hát tudod, ott van az 51. randi, tehát van több betegség, ahol ugye van emlékzavar, vagy a demens betegeknél, tehát rengeteg demencián, rengeteg helyen lehetne akár ezt így gyógyításban is használni. Tehát van sok-sok előnye, de maradjunk a sorozatnál, tehát ilyen bagatell dolgokon lehet kattogni, meg ha úgy veszük, a megcsalás is. Tehát, hogy biztos megérte ezt, biztos megérte, hogy tönkretette a saját életét a főszereplő, mert konkrétan van egy főszereplő srác, ő egy ügyvéd, hogy valahol, mint azt olvastam volna, hogy ügyvéd, nekem egy részben, mintha nem derült volna ki, hogy ő valami ügyvéd, és az első pár percben egy állásinterjú van, az úgy sikerült, ahogy valószínűleg nem túl jól, és akkor megérkezik egy házi buliszerűségbe, ahol párra összejönnek, és ott a felesége és egyetemista társai ott vannak, és akkor megy ilyen könnyed small talk, meg nevetgélés, meg ott amúgy a saját agycsipjüknek, vagy emlékcsipjüknek a tudását, azt így simán amúgy így közkézen forog, tehát ha arról van szó, akkor megmutatnak egymásnak ilyen-olyan amolyan történéseket. Lásd, a főszereplők is megmutatja, hogy milyen volt az állásinterjú. Szóval így egyre jobban a helyzetek által megismerik ezt az egész társadalmat, hogy mennyire könnyedén állnak hozzá, mikkel foglalkoznak, mire használják fel ezt az emlékcsipet, és az egyik negatív szereplője ennek a sztorinak, ő henceg vele, hogy milyen szexuális kalandjai voltak, és ő ez így akár vissza is tudja nézni, és ő bárki visszanézheti. És hát így menet közben így kiderül, hogy aki hencegett, neki volt kapcsolata, rövidebb, hosszabb is a főszereplőnek a feleségével. És akkor itt jön ki a bonyodalom, meg a féltékenység, meg az ilyen nyomozósdi, hogy a sásznak így elborul az agya, hogy hát így kiderül, hogy mik történtek, meg egyre több minden kiderül, és hát ez már így görgeti maga elé a szituációt, és itt jön az egyik fő probléma, hogy oké, megvan ez a hatalom, de tényleg civil embereknek ekkora hatalmat adni, mennyire pozitív, milyen indulatokat, milyen lehetőségeket ad, és amúgy a kicsit ez betegséggel lehet analógiát hozni, mert van is egy ilyen betegség, amúgy a mi agyunk, a normális embernek az agya, amúgy az felejt, töröl. Tehát ha minden emlékeznik, akkor abba így bele lehet kattanni. És ezt a betegséget úgy hívják, hogy hipernézia, amikor az adott személy az összes emlékére emlékszik. Tehát, hogy mondjuk 5 évesen mit csináltunk, vagy 5 éves, 5 naposan mit ettünk, mit tettünk, mindenre emlékezünk. Ez ilyen brutál információ, és a mi agyunk nem így van összekalibrálva. És ez az emlékcsip is mindenre emlékszik. Amúgy bele lehet nyúlni, meg lehet törölni. Tehát így van egy ilyen nyomógomb, amivel mindenki a saját adattárjához hozzáfér. De tényleg ez egy hatalmas adatmennyiség, és visszanézni 1 évvel, 5 évvel ezelőtti történeteket, lásd szex jeleneteket, és a főszereplőnk, amikor így kiderül, hogy a férja volt a feleségének ezzel a hencegő egyetemista társával, akkor így a pia, meg a másnaposság hatására így felkeresés, és hát igen, agresszív módon követelő törölje ki a feleségéről készült régebbi emlékeket, csak hát, amikor látja kirakva a monitorra, hogy törlésre kerülnek ezek a felvételek, kiderül, hogy nem csak régebbi, hanem nem is olyan régi felvételek is vannak a hencegő úriember fejébe, és akkor hát így ez tovább görgeti a bonyodalmat, de ne is menjünk még tovább az egész helyzetben, csak hát ez tényleg ilyen szempontból abszurd, hogy civilek ezek az információkkal, mit kezdenek, és akármilyen brutalitásba elfajulhatnak ezek a történetek. Hát nem egyszerű, de hát a Black Mirror-t ezért szeretjük. Van itt egy érdekes mondás, idézet Nietzsétől. Boldogok a feledékenyek, mert ők még az ostobaságaikkal is elbánnak. Azt hiszem, van itt egy ilyen fajta analógia, hogy van a célja annak, hogy nem emlékszünk mindenre, minden apró részletre. A
természet nem úgy alkotott meg minket, hogy nekünk feltétlenül őrizgetnünk kell minden emléket magunkról, és főleg a terhes emlékeink jó, hogyha valahogy háttérbe tudnak maradni, és nem kísérnek minket végig az életünkön, mert ez az elengedésnek is valahol a kulcsa, hogy tudjunk egy kicsit felejteni. Valószínűleg a hipernéziások, nem néztem annyira utána, azért küzdködhetnek az őrülettel, hogy tényleg minden információt nyomja a vállukat. Nem tudom, te erről mint, mert tudom, hogy ápolóként dolgoztál korábban, hogy hallottál-e ezzel kapcsolatban bármit. Ez egy nagyon ritka betegség, tehát szerintem lehet, hogy egy kezelen meg tudom számolni. De be is raktam, én a 24.hu-n olvastam erről a betegség, egy állapot, de majd végig lehet olvasni, most nem olvasom végig, nem egy olyan hosszú cikk, de hát ez nem egy áldott állapot. Igen, tehát sokan kívánnák ezt az állapotot, és még tényleg azért, hogy a kicsit elodázzuk, hogy majd a rossz dolgokról beszéljünk, amiket itt a technológia okoz. Azért például nekem csak egy nagyon rövid pillanat a filmben, mielőtt az ajtón belépne a főszereplő férfi, ez a Liam, hiszem Liamnak hívják, visszanézi azt, hogy a hölgy, aki fogadni fogja, őt hogy hívják. Visszakeresi az emlékcsippel. Azért mondjuk erre tök jó lenne. Tehát én annyira el tudom feltétlenül, kit hogy hívnak, őszinte legyek, hogy ezt azért irigylem abban a dologban, hogy még esküszöm kollégáknak a nevét is, pedig hármire vagyok ugyanaz a helyen, simán el tudom felejteni. Szóval igen, azért igen, lennének előnyei, csak hát utána ki tudja még az ember mi mindenre használná azt, hogy ennyi emléke van, és valószínűleg a túl sok emléktől megőrülnénk. Tehát nekem így ez a benyomásom erről. Az biztos, csak hát de... amikor tudod, én friss apukaként megláttam, hogy a gyerekben is van ilyen chip, és akkor hát ilyen nyomon, mondjuk most is nyomon lehet követni a gyereket okos órával, az okos telefonnal, de ez olyan félelmetes, hogy akkor így látod a gyerekednek az életét. Brutális, amúgy van egy hasonló tematikájú része, ahol egy anya és még vissza tudja nézni, meg tudja nézni, hogy a gyerekével mi történik, de ez annyira egy személyiségi jog. És én sokáig azt gondoltam, hogy ez az egyik hátránya, úgymond az epizódnak, hogy nem beszéli ki ezt a részét. Aztán rá kellett jönnöm, hogy a Black Mirror azért igyekszik, tehát vannak ezek a történetek, mondjuk most például az emlékcsip. És rengeteg fel el lehet menni a beszélgetésben vele, de hát mivel 45-50 percekről beszélünk egy-egy epizódnál, a Black Mirror kiválaszt egy témát, amivel foglalkozik. És a többit azt elengedi, mert nem félne bele. És ezeket később elő fogja hozni, ugye nem is véletlen, hogy az emlékcsipet választottuk mind a ketten, mert ugyan ez az első részről, de korán sem az utolsó, hogy mennyi minden lehetne ez a csippel. És egy későbbi részben amúgy ezt a gyermekek és persze személyiségok kérdést is, plusz egy más témával együtt kibeszéli. Ja, de még valamit szerintem vissza fogunk térni, úgyhogy ha jól emlékszem. Igen, az is egy jó rész, az is nagyon jó szívvel ajánlom, de a Black Mirrornak bármelyik részét jó szívvel ajánlom. Most a chatben, amit beraktam a 24.hu-nak, az idevágó, tehát ezzel a nem is betegség, hanem állapot, tehát tényleg az a találó megfogalmazás, hogy állapotnak apostrofálják ezt a hipernéziát, és amúgy egy film is, Isten nyugodt, hogy a Robin Williams film is dolgozik, vagy gondolkodik, vagy foglalkozik ezzel a témakörrel, a vágott verzió. Már rég láttam, most nem néztem újra, csak így beugrott, hogy van ez a film, hogy ott is ez a memória, az emberek a memóriájához hozzá lehet férni, és hogy ezekkel az adatokkal mit lehet kezdeni, tehát ez azért más forgatókönyvírók, más alkotóknak a fantáziáját is megmozgatta, és tényleg sok lehetőség van. Az előző adásban beszéltél nekem erről, vagy hát az adásom kívül, most nem emlékszem, de a lényeg az, hogy beszéltél nekem erről, és én majdnem teljesen végig is néztem már ezt a filmet. Ha minden igaz, ott olyan szempontból vizsgálták ezt az emlékcsipet, tök más megközelítésből, hogy mindenkinek kvázi forog az élete filmje. Ezt élőben nem nézi meg senki, hanem mindenkinek a halála után vetítenek ebből egy vágott részt.
És azzal foglalkozik a film nagyvonalakban, hogy az milyen módon befolyásolja a mi személyiségünket, hogy utólag bárki majd megnézik, hogy én miket csináltam. Tehát nem most fogják látni, lehet, hogy 50 év múlva fogják látni, de látni fogják, hogy én miket csináltam. Másfelől ugye talán ez a halottól jót vagy semmit mondás egy kicsit ez jelenik meg még benne, hogy van egy ember, aki ezt egy kicsit talán másképp csinálja, és csak szép dolgokat mond, majd vág össze, mond ez az elvárás, hogy csak szép dolgokat vágjunk össze a másik ember életéből, akkor az mennyire felel a valóságnak. De érdekes elgondolás volt egyébként, csak tök más szemszögből vizsgálja. Látszik is, hogy mennyi lehetőség van ebben az emlékcsip ötletben, mint hát én azért nagyon remélem, hogy nem itt megvalósítandó technika, hanem ilyen jó kis filmes fantázia, tehát ennek egyébként tök jó. Én azt hiszem, hogy ha itt megtartjuk, akkor én így elégedett vagyok. De hát az hogy van egy film, tehát ott 90 percben gondolkozol, hogy dolgoznak, itt meg úgy van egy 40-50 percünk, és ebbe is nagyon sok mindent beraknak. És hát nem happy end, és általában a Black Mirror részek nem happy endek, mert tényleg annyira elbúrjánzik a szituáció, annyira elborul a szereplőnek az agya, hogy a féltékenység miatt, és mindent meg akar tudni, és hát meg is kap minden információt, minden részletet a feleségétől, hogy mi is volt régebben, meg aktuálisan is milyen aktusok voltak. És hát ő is arra az elhatározásra jut, hogy kiveszi a csippet, mert ki lehet ezt venni, mert az egyik szereplőnek kiderült, hogy neki nincsen emlékcsipje, egy baleset kapcsán elvesztett. Merénylet kapcsán egész konkrétan. De tényleg elrabolták, tényleg. Neki elrabolták a csipjét, és akkor ebből ráadásul pluszba jött egy ilyen érdekes szál a történetbe, hogy az egyikőjük, tehát nyilván nem ez, hanem egy másik, az meg ilyen agytárfejlesztés, akkor az ottan nyomja a kis reklámszövegét, hogy anélkül hogy lehet élni egyáltalán. Tehát jó, annak volt egy ilyen külön kis íze, hogy ha valaki ennek a fejlesztésével foglalkozik, és az mennyire befolyásolni próbálja. Nem folytottak rá túl sok időt, de az a rossz fajta marketinges duma azért ott át sejlett. Igen, de ez a szereplők azt mondta, hogy nem akar újból, meg egy szabadságot ad neki, és köszönöm szépen nem kér, de igen, eléggé ilyen anti-technokratának tekintenek rá, hogy hello, hát. Az, akinek nincs mobiltelefonja. Tehát a mai korban, ha valaki azt mondja, hogy neki egyáltalán nincsen mobiltelefonja, annak felelt meg ez a hölgy. Igen. És hát még az emlékcsipnél, meg a lehetőségeknél maradva, az is egy brutál rész, hogy ki lehet merevíteni egy-egy pillanatot. Tehát van, amikor a házaspár vitatkozik, veszekszik, akkor a fér nagyon csúnyán odaszól neki, tehát le is kurvázza lehet, és akkor ezt a részt így kimerevíti a nő, és akkor ezt így mindig, akár a jövőben így oda tudja neki vágni, hogy hello, te ilyet mondtál, és tényleg egy kis részt is kiverni manapság az újságírók, egy beszédből kivesznek egy 10 másodpercet, teljesen más kontextusa van, de erre persze az ember meg van sértőt is mond, és ezt így később így az orra alá dörgölni, vagy kivetítőre így kitenni, nem szóval lehet, hogy át is tudják egymásnak küldeni, és akkor a saját retinájukon keresztül is látják ezt a kimerevített képet. Ez is egy olyan durva büntetés, hogy mivel hogyan lehet ezt a technológiát használni, és hogy lehet büntetni, akár hogy igen, megcsalás, mutasd meg, engedj be az emlékeidbe, a memóriádba, meg hát a másik fél is mit mond, mit csinál, azt meg így elő lehet venni, és nesze, igen, ezt te csináltad, te mondtad. Ez is jó. Ez egy érdekes fejezet, amit mondasz, de ez tényleg most jutott eszembe, pedig már nem egyszer újra néztem, nem lehetett átküldeni közvetlenül a másiknak az emlékcsipjére. Aki még nem látta, úgy kellett ezt elképzelni, hogy egy kicsit elködösült a szemük, és akkor látható, hogy nem kifele néznek, hanem kvázi, mint hogyha egy monitor jelenne meg úgymond a retinájuknál, és éppen a kép, az emlékképet nézik. És ezt közvetlenül nem tudták megcsinálni, és ha emlékszel, Attila, az legelején az asztaltársaságban beszélgetésnél is az volt, hogy kirakom a tévére. Tehát egymással nem tudták közvetlenül
rakni, és hogyha figyeltek volna egy ilyen részletre is, hogy nem lehet úgymond betölni a másik személyes terén, hogy meghekkelni tényleg, ilyen módon. Most belenéztem a sorozatba, és vannak ilyen plexi diszpléjek, tévészerűségek, és akkor itt a házukban többen is bárhova ki tudják vetíteni, mondjuk nevezzük őket tévének, tényleg nem egymásnak, hanem ilyen kivetítőre ki tudják tenni, igazad van. Igen, ez így volt, és a végén, amikor töröltet, és aztán ezt is csak azért hozom fel, hogy egy témával tudjunk tovább menni, amikor töröltet a srác, és rá akarja venni, akkor a hölgy megpróbálkozik azzal, hogy ő titokban, mint amíg csak keresgélne, akkor majd ő kitörli azt az emléket, amit a fél szeretné, hogy mutasson meg neki. És itt térnék én aztán egyébként a következő témára, ami hát végsősorban maga a megcsalás. Tehát ha úgy vesszük, azért a betűnő epizódoknak nem csak az a lényege, hogy egy jövőbeli technológiáknak a bevezetése ellen ágáljon, és minket elrettentsen tőle, bár kétségkívül ezt is sikerült neki elérni, szerintem mind a kettőnél, hanem beszéljen valami olyan dologról, ami bár itt most egy jövőbeli technológiával megtámogatva, vagy inkább megterhelve zajlik, de rávilágítson a mi mai életünkre. Ez konkrétan a megcsalásról van szó, és az ehhez kötődő, az ehhez vezető úthoz, ha úgy vesszük. Ugye elég érdekesen indul ez az egész sztori. Jól látható, hogy ez a Liam, a férj, akit ugye megcsaltak, hát ő egy viszonylag frusztrált ember. Jelenleg ugye munkanélküli állásinterjúk, azon frusztrálódik, hogy felveszik-e, és észrevesz ugye jeleket, valószínűleg rá van állva az, hogy ez az emlékcsíkben keresgetés miatt rá van állva az agya. Észrevesz jeleket, hogy valami nincsen rendben a felesége, és ez a Mr. Márkes közül nem éreztem meg, hogy hogy hívják a valójában a kivel megcsalta a felesége, de ez volt úgymond a beceneve a történetekben, hogy Mr. Márkes, mert Marrakesben találkoztak. Szóval a egyszerűség kedvéért most Jonas, fogom hívni Jonas, végig. Jonasnak hívják, amúgy megnéztem. Ja, Jonas, igen, Jonas volt, jó, oké. Okay. Na hát ezért lenne jó az emlékség, hogy biztos tudjam nézni a neveket, látod? Na, de ebben nem vagyok jó. És ez a... Na, mikor is akartam most beszélni. Szóval a Liam a férj, az meglehetősen egy frusztrált ember. De mi nem tudjuk igazából az ő történetének az előzményét. Nem látjuk, hogy ő okkal lett frusztrált, vagy mi okból lett egyáltalán frusztrált, csak a végeredményét látjuk. És aztán megtapasztaljuk azt, hogy mennyire agresszíven beszél a feleségével, milyen követelőzően beszél, rá akarja kvázi erőltetni a vallomásokat, egy ilyen kifejezetten erőszakos kommunikációt folytat. Tehát így nem igazán tudunk vele azonosulni, úgy kezdődik ez a történet. Féltékenykedő, gyanakvó, és tényleg az a valaki, aki kvázi kiprovokálja, hogy megcsalják. Hát így néz ki a történet. A dolog akkor fordul igazán, amikor kiderül, hogy nem alaptalan az ő gyanúja, hanem tulajdonképpen neki végig igaza volt. És ez volt talán szerintem egyik legérdekesebb beszélgetés, amit a filmklub alatt megértem erről a részről. Azt végignézni, hogy az emberek ki mellé pártolnak, és kiről beszélnek, ki, mit gondolnak. Hogy a férfi a hibás akkor most itt a megcsalásban, vagy a nő a hibás, vagy most mi történik, mi lehet. És tök érdekes volt, nyilván lehet érveket felsorakoztatni mind a két oldalon, bármelyik lehet a helyes, azon elgondolkodtatni az erről beszélgetőket, hogy de figyelj, az előzményeket nem ismerjük. Minden, amit te oda gondolsz, az a te projekciód, az nem a valóság. És ez abból táplálkozik, amik a te személyes élményeid. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog azt látni, hogy mi nem tudjuk az előzményeit ennek. Nem tudjuk, hogy a csaj, a felesége az adott bőven indokot arra, hogy a férj ilyen legyen, vagy a férj provokálta ki a folytonos féltékenykedéssel a megcsalást. Mi ezt nem tudjuk. Mi csak a végeredményét látjuk ennek az útnak, hogy ők eljutottak odáig, hogy hát a feleség megcsalta a férjt. És igazából ilyen sokkal rosszabb is történt, hát nem csak szimplán egy félreépésről van szó, hanem
konkrétan arról, hogy a gyereke nem ő tőle van. Ugye most már szerintem övehetjük ezt a poént. Ez hogy, amúgy nem derült. Hogy ennyire. Ez nem derült konkrétan, tehát ilyen 50-50%-at mondanék neki, hogy oké, a nem húzta Kópszert Jonas-szal, de attól függetlenül nem biztos, hogy a Jonas-tól van a gyerek, tehát jó, persze közben a végén nem, nem volt egyértelmű kijelentés, de én nagyon erősen azt érzem a készítők szándékában, hogy ezt akarták azzal mondani, miután hogy kiborul rajta, hogy a feleség mennyire nem akarja megmutatni, minden gesztusával ezt üzenni, hogy úgy van. Tehát igen, nem láttunk egy tesztet, amikor kihozza az orvos, hogy hát igen, akkor a bizonyos. Tehát nem jutottunk egy iráig, de minden szándékával azt üzenik a forgatókönyvírók, hogy ez a végeredmény. Tényleg megcsalta, a lány pontosan tudja, hogy akkor esetette elve, ezért is akarja törölni az előszóját, amikor a férje követeli rajta. Az egyébként kifejezetten erőszakos jelenet. Én akkor nagyon-nagyon elpártottam abban a pillanatban a férjtől, mert nagyon-nagyon durván így az ágyra löki a feleségét. És persze nyilván érthető a dühe, de ettől függetlenül kifejezetten erőszakosan viselkedik. Azt tudni kell a részhez, hogy kb. Egy 24 órát ölel fel a 95%-a, és az utolsó 5 percben látjuk, mondjuk lehet egy héttel vagy egy hónappal később, de a résznek a 95%-a az egy 24 órát ölelhet fel körülbelül. Igen, szóval meg egy két emlékbevizolás. Igen, az emlékek azok az ilyen egy hete, egy hónapja, 5 éve, de elég intenzív egy nap alatt. Mennyi minden történik, de ilyen rövid intervallumokról sok minden szól, tehát a fülkétől kezdve az összeomlásig, vagy a 24 óra, 24 című sorozat is, hogy egy 24 óra alatt, egy pár, 2 óra alatt mennyi minden tud történni, mennyire ki tudnak fordulni az emberek magukból. És hát a főszereplőnk, ugyebár pont egy sikertelen állásinterjú után van, fáradt, repülőút, ivott is, sokat is ivott, tehát az egész estét átitta, nem feküdt le. Tehát mindent elkövethető, minden így összejátszik, hibásnál, vagy hibán, egyre nagyobb hibákat kövessen el, és ez oda torkollik ki, amit te is mondta, hogy durván agresszív, elborul az agya, és tényleg megengedhetetlen módon viselkedik, úgy annak ellenére is, hogy talán igaza van, sőt igaza van, mert megcsalta, de hát nem lehet ilyen erőszakhoz folyamodni akkor se, hogyha ez kiderül, hogy az embert megcsalták. Hát meg egyébként, amikor felkeresi a Jonas-t, most akkor már tudjuk, hogy Jonas, hát ott is azért, hogy viselkedik. Tehát ő tényleges fizikai erőszakhoz folyamodik. És persze ivót mondhatjuk, de mind tudjuk, hogy az alkohol az egy oldószer, és nem csak kémiailag, hanem személyiségileg is. Hát ha valaki egy belül agresszív ember, akkor jó eséllyel az alkohol azt a gátlását oldja fel, hogy esetleg ezt a tudatával elnyomja. Hát lehet, hogy valaki megtanult úgymond viselkedni, de ha szépen felönt magadatra, akkor valószínűleg ezt a gátját ő így el fogja veszíteni, és ő kötelkedni fog, és ő agresszív lesz, és értékeny lesz, és akár megüld valakit. Úgyhogy igen, vannak erős ellenérvek, vagy ellenérzéseim a férjel kapcsolatban, mert nagyon agresszíven viselkedik. Ugyanakkor azért én nem tudom teljes mértékben a hölgy pártját se fogni, mert azért az, hogy eltitkolta, hogy és nyilvánvaló, tehát számomra nyilvánvaló, hogy tudja, hogy a gyereke az nem a férjétől van. Az, hogy ezzel kapcsolatban ilyen titkolózása volt, azért hát neki is van sala, maradjunk annyiban. Igen, de akkor is, tehát itt, amit itt Dani felhozott, hogy a főszereplőnk az üveggel, tehát egy széttört vodkás üveggel esik neki a Jonas-nak, akivel félrelépett a felesége, és így követeli tőle, hogy törölje ki a szaftos feleségéről szóló emlékeit. Tehát ezek már olyan szinten megengedhetetlen dolgok, tehát az ember így gondolkodik, hogy akkor hogyan lehetne rávenni, meg amúgy tényleg igaza van, tehát ezeket törölje ki. Hát mondjuk persze jogilag, hogy most másnak az emlékére az ő tulajdona van, vagy van beleszólás, tehát itt sok-sok kérdés, ezek jók ezek a részek, hogy megosztóak és mindenkiben kiválthatnak érzelmeket, akár indulatokat,
hogy ő mit csinálna az adott helyzetben, hogyan viselkedne, milyen gondolatai, milyen érzései terülnének fel, és tényleg nehéz bárkinek a pártját fogni, de tényleg agresszióhoz nem lehet folyamodni még ilyen helyzetben se. Hát párterápia, meg hármasban pszichológushoz és társai, de nagyon-nagyon sok minden történik, és ilyen hibákat követel, és valószínűleg már a kapcsolatukban már ez nem a mézes, mázos. Mondjuk a gyerekük az egy ilyen egy év körüli lehet, nem tudom, mondják-e, tehát még akkor egy kicsit boldog szülőkről van szó. 18 hónap, szerintem az volt kiéve az emléknél. Ha, azt minden, mondja. Ha jól emlékszem, az volt kiéve. Hoppá, milyen emlékcsippen van mi. Tehát az volt kiéve, hogy 18 hónappal ezelőtti. És azt keresik vissza. Aha. Akkor igen, akkor ebből kiderül, hogy akkor még nem volt meg a gyerek. És akkor rá 9 hát hónapra. 9 hónap, jó, hát igen. Akkor nincs egész egy éves a gyerek. Tehát egy kávé, akkor ott tartunk, hogy 17 hónapos a gyerek. Igen, sajnos, és... Bocsánat, nem tudok számolni ilyen emlékezni, mert tudok, 9 hónapos a gyerek akkor ezek szerint. Igen, hát még picike, és akkor tudod, így meg kéne élniük a szülőségnek a szépségét, csak hát, ahol ilyen problémák vannak. Igen, megkerestem én is, és 18 hónappal ezelőtt volt az affér, amikor valószínűleg megfogant picurka. Hát nehéz, dilemma, és akkor kiukadunk persze a Black Mirror-nak az alapjához, hogy hát ezek a technológiai újítások mennyire segítik az életünket, mennyire jók, hogy megtörténnek, mire használjuk akár az okostelefonunkat, vagy akár ezeket az emlékcsippeket. Hát nem túl pozitív, nem túl derülátó jövőt festelünk ez a rész sem. Én még maradnék kicsit itt a megcsalás témánál, mert ez kifejezetten, hát tudod, a párkapcsolatok, mint téma, és ahhoz körül ahhoz kapcsolódó szerte ágazom ezernyi kis fájl, az engem kifejezetten tud foglalkoztatni. Nagyon jó kérdés az például, hogy egy megcsalás, és ezzel kapcsolatos dű, például az erőszakban kulminált, hogy ez egyébként mennyire jó kivetülés annak, ami mondjuk egy komment szekcióba lemegy, azzal kapcsolatban, hogy mondjuk felposztolja egy ilyen, az is egy külön téma lenne, hogy mennyire jó dolog az, hogy ezt különböző fórumokon teszik, mert adott esetben férfiak és nők, hogy megcsalta őket a pályuk, és ez történt, és akkor hát mit tegyek? Mondjuk van egy ilyen típusú bejelzés, bizonyára te is láttál, mert még a hallgatók közül is többen láttak. Most ugye az a részével nem akarok foglalkozni, ezt mennyire nem itt kellene szerintem megbeszélni, hanem kéne, hogy legyen az embernek erre egy jó barátja. Egy jó barátnője, akivel ezt megbeszéli. De mindegy, ezt most előlapozzunk erről a részéről, és hogy ott milyen szintű kommentek tudnak lenni, hogy hát azonnal cakki a szülét, mehet Isten hívével, vágnám le neki és társai. Tehát hogy ez tulajdonképpen az az agresszió, amit itt ténylegesen megtett, a szavakban többször sem megtesszük, amikor a megcsalásra merül. És nekem lenne egy olyan kérdésem, ezt nem muszáj neked megválaszolni, ez a hallgatóságnak is lebeghet a fülében, hogy valóban mondjuk 15 évet, 15 perc tönkre kell, hogy terjem? Vég nélkül? Tényleg csak ez az egy út van? Vagy lehet esetleg valami mást is csinálni? Létezhet-e egyáltalán más út? Hát erre vannak szakemberek, pszichológusok, meg barátok, meg család, tehát így meg az ember ne hirtelen felindulásból kövessen el mondatokat, gondolatokat, akár a social media, persze vissza lehet törölni, de utána lehet screenshotot csinálni, egyszer elolvassa valaki, örökre megjegyzi. Tehát az emberek tényleg ezt át kéne értékelni, át kéne gondolkodni, át kéne gondolni, hogy mit miért csinál, és jönnek milyen következményei lesznek, de az emberek felelősséggel, a saját döntéseiknek a felelősségével mit kezdenek, mennyire veszik komolyan. Hát elég szomorú az emberek. Tehát a social médiát mire használják, milyen fotókat, milyen gondolatokat, milyen kijelentéseket. Persze az is egy dolog, hogy most név nélkül, vagy névvel teszik ezt meg,
sokan Mi még ez egy új elkerülő. funkció a Facebookon, hogy már lehet név nélkül is kérdezni? Hát nem tudom, ezzel mondjuk mennyit segítene, mint privát szféra megőrzés, hogy név nélkül teszik fel. Még így se kapnak túlságosan jó tanácsokat vadidegenektől, mert hogyan, tehát hogyha még egy párkapcsolati szakértő, vagy házassági tanácsadó olvasná, nagy valószínűség egy kommentből nem tudja megállapítani, mert mind a két felet meg kéne ugye hallgatnia. Tehát ez nyilván nem működhetne így, hogy abból valaki bármi hasznosat tud mondani. Tehát legalább legyen már egy ismerősöd, aki egy kicsit tudja a te történetedet, a te dolgaidat, és legalább akkor ő mondjon valamit, és ne a vadidegenek. De még így a menthetőség kapcsán, ugye felmerült az, hogy végig kéne gondolni, én azt hiszem, hogy te egy ilyen megelőzésre gondolod. Tehát nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem történik meg. Ugye az a hulladék gazdálkodásban, és bocsánat, én környezetmérnök vagyok, az a legjobb, ha nem keletkezik fel a hulladék, hát itt is az a legjobb, hogyha ha a nagycsalást nem történik meg, és megelőzzük, de mi van, hogyha megtörtént? És mi te, mint apuka, hát ott van egy, most akkor kiszámoltuk, 9 hónapos gyerek. Tényleg neki mondjuk apa vagy anya nélkül kell felnőni, hát nem tudom, távoli jövőben játszódik el, ott már lehet, hogy nem mindig a nőknek ítélik meg a gyereket, de mindegy, hát egyik szülő nélkül fog felnőni az a gyerek. Egy megcsalás miatt. Tehát, hogy mondjuk ebben az esetben nem is az övé a gyerek, tehát kicsit komplikáltabb, de hogy akkor is ez egy kifejezetten a gyerek számára egy terhes jövő. Igen, itt amúgy mondtad, hogy elvileg, nem tudom, én nekem nem derült ki a részből, de a Wikipédia, enciklopédia, ahol írnak erről a részt, 2050-et írnak, nem tudom, lehet, hogy valami kijelzőn volt valami, hogy 2050-ben játszódik ez a rész. És 2011-ben mutatták be, szóval akkor ez már 12 éves rész, te durva, tehát a 12 évezet is már ilyen éles gondolatok voltak, meg előrelátóak voltak, hogy milyen hatalom van az emberek kezében, ha van információjuk, és ezek az információkkal mit kezdenek. De visszatérve a gondolatra, hát igen, a gyerekkel mi lenne, hova kerül a gyerek, és az emberek párkapcsolatok tegyenek meg egy-kettő kört, próbálják megmenteni, és ehhez kell felelősség, tisztánlátás, józanság, nyugalom, higgadtság, önismeret, önbizalom, és társadalom, hogyha mondjuk te ilyen szituáció kiderül, akkor lemenni annak a gyökeréig, meg lehet-e menteni ezt az egészet, fussanak egy-kettő-három kört, mert lehet, hogy meg lehet bocsájtani, el lehet engedni, újra lehet kezdeni, és tényleg a családért, a közös jövőért, a közös életért tegyenek olyan lépéseket, és ne 24 óra alatt alkohol, fáradtság, düh, és még ki tudja, milyen problémái lehettek, kisebbségi komplexustól kezdve rengeteg minden lehetett ilyennel, ami oda vezetett, hogy tényleg ilyen agresszívvá vált rövid időn belül, ami megtörténette az egész életét. Hát igen, az egyébként szépen elvágta magát, mert nyilván ezt nem mutatja a rész, de utána a rendőrségi feljelentés az simán mehetett, és be is vihették a liámot. Tehát mert, hogy amit ott csinált, az bőségesen kimeríti. Ha más nem, akkor ugye most megint elfelejtettem Mr. Malakest, Jonas, az agytalálból simán visszanézhetik, hogy miket művelt. De igen, az ugye arom, hogy szerintem ez a megcsalással kapcsolatos gondolatokat, ezt helyezte inkább a fókuszba, tehát ezt vitte jobban a hátán a sztori, és a többit nem akarták annyira kibontani. És akkor tényleg csak még egy picit a megcsalásokról. Én hallgattam egy párkapcsolati tanácsadónak előadását ebben a témában, aminek az volt a címe, hogy ki a hibás. Ugye ez a rész kapcsán, és ha bárki megnézi, akkor nyilván majd megpróbál valahol bevonódni, és akkor most akkor a nő a hibás, vagy a férfi a hibás ezért, és valahol megpróbál elhelyezkedni. Én egyébként azt javaslom mindenkinek, hogy nem ilyen végletek szinten helyezkedjen, hanem inkább olyan módon, hogy legyenek érvei egyik meg másik oldalon, akkor már szerintem egy egészségesebb középutat tud kialakítani magában. De ami miatt ezt felosztom a párkapcsolati tanácsadót, ő mondott nekem egy tök jó dolgot. Azt mondta, hogy maga a kérdés felvetés tulajdonképpen rossz.
rossz dolog azzal foglalkozni, hogy ki a hibás. Ez a szó, hogy hibás, ez tulajdonképpen mondhatjuk, hogy ez hibás az a szó, nem ezt kellene itt használni. A jobb kérdés az az, hogy ki miben járult hozzá ahhoz, hogy ez a kapcsolat ide jutott. És ez azért vezet jobban inkább egy, tehát azért jobban inkább megoldásszentrikus, mert nem gondolkodik végletekben. Ha valaki azt mondja, hogy hibás, akkor ez egy ilyen 100%-os dolog. Azt lehet mondani, hogy a férje hibás, és akkor rá van tolva minden. Vagy azt lehet mondani, hogy a felesége hibás, és akkor ő rá van tolva minden. A ki mivel járult hozzában tök jól látszódnak ezek az árnyalatok, hogy mondjuk a férfértékenykedő típus volt. Most ez egy probléma, amivel foglalkozni kell. De ezért járt az, hogy valaki mástól lett gyereke? Ugye nem? Ugye érezzük, hogy hát attól függetlenül a nőnek sem kellett volna így reagálni rá, hogy ő meglefekszik valaki mással. A féltékenykedés, meg az erőszak is agresszió jó dolog? Jó reakció? Nem. Ettől emiatt kellett hazudni? Hát azt sem kellett volna hazudni, hogy valaki mástól van a gyereke. Tehát, hogy ez egy ilyen tessék-lássék dolog, és úgy lehet adott esetben megoldani, vagy kijönni egy ilyen párkapcsolati programból, mint a megcsalás, hogy ezeket a dolgokat árnyalatan vizsgáljuk. Tehát nem végletekben. Én szerintem ez egy kifejezetten központi témája volt a filmnek. Egyértelmű, tehát hogy azért a technológiai vívmány az milyen hatása van az életükre, de nagyon emberi érzés, tehát hogy a szerelem múlandósága, a féltékenység volt a fő vezérfala ennek az adásnak. És így az adás vége fele közeledve nekem a záró gondolatom az lenne, hogy alapból 2023-ban is sokan ilyen kalitkákat, börtönöket hoznak létre, elhiszik, hogy nem képesek változtatni, nem képesek letenni az alkoholt, a dohányzást, nem képesek új munkát találni, váltani, a párkapcsolatokat megmenteni, és ezek az emlékcsipekről is az ütető, hogy nem mekkora szabadság, hanem mekkora rabszolgaság, hogy mennyire mekkora kalitkát ad az embereknek, mennyire beszűkíti az életterüket. És ez igen, egy technológia, ami nem kinyitja a világot, hanem inkább bezárja. Nekem ez lenne egy záró gondolatom ehhez az adáshoz. Még egyszerűen kis témát hoznék fel, és igen, nem fogja nagyon sokáig tartani. Bár idáig azért talán úgy tűnhet, hogy így nagyobb részben beszéltem a férje ellen, van a végén egy eszméletlen jó jelenet, amivel meg teljes mértékben át tudtam érezni azt, amit a férje érez. Tehát mondhatjuk azt, hogy ő okozta magának, akár gondolhatja a kedves néző ezt így, de attól függetlenül, hogy valakinek vannak hibái, meg lenne mint fejlődnie, attól függetlenül, hogy valakinek az érzései lehetnek valódiak. Attól, hogy valaki agresszív módon viszonyul és olyan módon viselkedik, még szeretheti a feleségét, és iszonyat fájdalmakat élhet át attól, hogy megcsalták. Volt egyébként egy ilyen kérdőjéves, csak egy rövid közben ékelés, hogy mit tartanak egyes emberek a legfájdalmasabb szituációnak, és hogy rangsorolják. És képzeld el, Attila, többször is statisztikában jött ki, és különösen férfiaknál, de azt hiszem még nőknél is először, hogy a megcsalás, az, hogy a párjuk megcsalta, az egy jóval előbb végzett azt, mondja, hogy akár a szüleinek haltak. Ez azért nagyobb fájdalom, egy mélyebb sávként jelentkezett. És ezt csak azért mondom, hogy ez tényleg egy mélységes fájdalom, ilyet tesz, ahogy érzed magadat, volna azért nem magdalkozni, és csak egyetlen képet hoznék be a végéről, mindenki ismeri azt a kifejezést, hogy kitépjenek a szívemből. Ez, ha valakinek ezt már kellett elkövetni az életében, vagy bármilyen okból a másik, szóval úgy érzed, hogy az a fájdalom, amit okozott, azt nem tudod elviselni. Ha már tudjuk, hogy az érzéseink, vagy a szellemünk az valószínűleg nem a szívben helyezkedik el, inkább az agyban. És ennek megfelelően modern formában
ezt nagyon-nagyon jól lejátszotta a kvázi záróképként a sorozat, ahogy azt láthatjuk a végén, hogy lezajlott ez az emléktöröltetés, a férfi megtudta, hogy nem tőle van a gyereke, és maga elé bámulva néz a semmibe, és olyan jeleneteket játszik vissza a feleségével, ami így elsőre belegondolva, hogy ez semmilyen, sétál fölfel a lépcsőn, vagy az, hogy fogat mosott, és közben a felesége megkérdezte, hogy melyik ruhát vegyen föl. Tehát így, amikor az ember kapaszkodik azokba a boldog emlékekbe, és akkor ezeket az emléket még pörgeti, de közben szabadulni akart tőle, és akkor dönt úgy, hogy ő fogja, és pengével fölvágja azt a csipet, és kitépi. És szerintem az egyik legszebb vágás volt, amit csináltak már, nem a pengevágás, hanem az operatőri munkára gondolok, és a konkrétan a vágóra, mint szakmára gondolok a filmes iparban, ahogy ezt összemosták, hogy egyszerre futnak az emlékek, és az, ahogyan vágja föl, és az utolsó pillanatban, amikor kihúzzák a tévét, így eltűnik az egész, és kitépte onnan. Ez csodálatos volt. Hát így próbálják, ebből a rabszolgaságból, vagy ebből a karit, ebből a börtönből kiszabadulni. És hát igen, tehát ő is ezt a módját választ, hogy inkább a chip nélkül próbálja folytatni az életét. Jó, Dani, valamit még így? Ez egy jó záró gondot volt szerintem, de ha van még valami benned, akkor ne fogd vissza magad a részhez. Szerintem méltó zárása. Tehát ahogyan ez a záró képe, nem lehetett volna mit hozzátenni, bármit mutattak volna még ott a Black Mirror-ba, csak rontott volna az epizódon. Nekünk is, amíg bármit nagyon akarunk vesézni ezek után, azt hiszem, hogy ezzel zárult a rész. Én nagyon szívesen úgy bejátszottam volna részeket a részből, de hát a Netflix akkor levágna és társai, mert hát ha van Netflix előfizetésétek, akkor meg tudjátok nézni, vagy hogyha Encore-t használnátok, de hát ugyebár az tilos, akkor ott is megtalálhatunk a részek, szóval bármelyik módon jó ez a rész, meg a többi rész is. Nekünk a következő adás nem tudom, mikor fog érkezni, de azt tudom, hogy a második évadnak a második része a Fehér Medve lesz, tehát hogyha valaki velünk tartana, érdekli, hogy miről fogunk beszélni, vagy szeretne friss lenni, akkor a Fehér Medve adást jó szívvel ajánljuk, de tehát bármelyik adást is, vagy bármelyik részét a sorozatnak, de mi a Fehér Medvével fogunk majd érkezni, szerintem egy ilyen egy héten belül. Ez az adás most ugye élőben ment, így 5. hó május 10-én, de bármikor vissza lehet hallgatni, és nézzetek jó sorozatokat, jó adásokat, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Dani, köszönöm szépen, hogy online bejelentkeztél, egyeztetünk a következő rész kapcsán, kíváncsian várom azt az adást is, jó lesz megint egy újabb Black Mirror rész kivesézni veled. Vigyázz magadra, szép estét! És tartsatok velünk legközelebb is, tényleg. Ámen, sziasztok. Ámen, ámen. Sziasztok, szép estét!